8 autó gördülbe vasárnap az Olasz Riviera egyik legszebb városának parkjára, hogy elvégezzék az utolsó simításokat a rajt előtt. A legörömtelibb azonban, hogy a sok autó között végre egy magyar is volt. Én mindig szerettem volna külföldre kiruccanni, felmérni, hogy vajon én mit tudok egy erős nemzetközi mezőnybe, de azt gondoltam, hogy igazából csak akkor lehet majd, amikor nyerek magyar bajnokságot, tehát Magyarországon a leggyorsabb leszek. A csapat, aki számunkra biztosította az autót, a Gimbola Team főnöke, Fabrizio Tabaton, javaslatot tett Dudás Mihálynak, a menedzserünknek, hogy ő úgy érzi, hogy a Jannikánál minden szempontból itt az idő, hogy egy VB futamon elinduljon, és erről voltak tárgyalások tavaly év végén, és ez idén realizálódott. Mióta vagytok itt Olaszországban, és hogy telt ez az időszak? Hivatalosan egy hete vagyunk, nem hivatalosan három hete vagyunk én. Ami annyit jelent, hogy tulajdonképpen azért ilyen hosszú ez az idő, mert hát ez egy maratoni hosszúságú verseny a magyar futamokhoz képest. A gyorsasági szakaszok nem ismétlődnek, és elég távol vannak egymástól. Például ma megyünk 450 kilométert, hogy a Murvát gyorsasági szakaszokra leérjük. Tehát ezért volt ez a nagy készülődés. Semmi más nem csináltunk, reggel 7-kor felkeltünk, beültünk az autóba, és jártuk a pályákat. Most a versenyen milyen reményekkel indultok? Szerintem arra megyünk, hogy mindenképp befejezzük, és a lehető leggyorsabban, tehát a lehetőségeinkhez képest. Nagyon nehéz, mert ha jól megnézed, akkor az első 10 autó, az gyári autó. Nem is kell nézni a sofőrt, az mind gyári autó, és elvileg ők jobbak, mint mi. Tehát mind a pilóta és mind az autó is jobb. De hát ez a 10 autó nem mindig fejezi be az összes a versenyt. A 10 legjobb autó egyik pilótája a 2 évvel ezelőtti világbajnok, francia Didier Auriol volt, aki több hónapos kényszerpihenő után tért vissza a rally világába. Nagyon örülök, hogy újra itt lehetek, de tudja, néha nem is olyan rossz, ha az ember tart egy kis szünetet. Volt időm másra is. Sportoltam, játszottam a gyermekeimmel. Ugyanakkor jó érzéssel jöttem vissza. Vártam, hogy beülhessek végre az autóba, új célok lebegtek a szemem előtt. Az idény elején természetesen egy kicsit csalódott voltam, és csak Svédországban tudtam indulni. És utána jött az a bizonyos szünet. Az év közepén azonban úgy gondoltam, a legjobb alkalom, hogy visszatérjek, csak is Sanremo lehet. És miért éppen Sanremo? Talán azért, mert itt már háromszor sikerült nyernie? Nem, bár végül is azon gondolkodtam, hogy ha a konstruktőrök világbajnoksága szoros lesz még Sanremo előtt, csak is én lehetek, aki szóba jöhet, hiszen én nagyon gyors vagyok ezen a pályán. Ezen kívül pedig már csak egy verseny lesz, Spanyolországban. Szóval ez volt az egyetlen esélyem. Milyen az új Mitsubishi-je? Élvezi vezetni? Még nagyon keveset mentem ezzel az autóval Murvás szakaszon, hisz a végső döntést, mármint hogy elindulok Sanremo-ban, az utolsó pillanatban hoztuk meg. Az aszfalton pedig tegnap próbáltam felfedezni az autót, itt is csak néhány kilométert mentem. Nem könnyű azoknak, akik így szezon közepén térnek vissza a versenyzéshez, mert a többiek már kitapasztalhatták az autóikat, benne vannak a versenyzésben, a küzdelemben. Azért összességében elégedett vagyok az autóval. A Murvára ugyanazt a beállítást választottam, mint Tommy McKinnon. Az aszfalton változtattam néhány dolgot. Szóval majd meglátjuk. És megérkeztek végre a várva várt nagy sztárok, a főszereplők. Colin McRae, Carlos Sainz, Didier Auriol, mindhárman világbajnokok. És a legfrissebb, az idei győztes, a finn Tommy McKinnon. Nagyon örülök, hogy már az idény közben sikerült megnyernem a világbajnokságot. Így most sokkal könnyebb minden számomra. Rengeteg újságíró keres mostanában. Sok helyre hívnak vendégnek, ami több időt vesz igénybe. És ha csak az utolsó versenyen szereztem volna meg a világbajnoki címet, akkor mindezen kötelezettséget a pihenő időmből vennének el. Nem tudnék elmenni szabadságra, már pedig egy új szezon előtt szüksége van az embernek arra, hogy feltöltődjön. 14-15 verseny egy évben, szóval kell a pihenés.
Hankunennel már régóta ismerjük egymást. Rengeteget segít nekem a pályafutásom során. Mondhatnám azt is, hogy ő volt az, aki mögöttem állt, és egyáltalán lehetővé tette, hogy versenyző legyek. Elképzelhetőnek tartja, hogy ön is, akár csak Cancunen négyszer nyerjen világbajnokságot? Négyszer? Borzasztóan soknak tűnik. Á, nem hiszem. Négy teljes idény. 4x14 verseny, bár a jövőben talán 15-öt is terveznek. Szóval úgy hiszem, rendkívül nehéz. Azt hallottam, hogy az egyik hobbija az, hogy gyűjti a vörös borokat. Igaz ez? Nem, azért ez így nem igaz. Szeretem a jó borokat, néha megiszom egy-egy pohárral vacsorára. Van is otthon néhány üveggel. Az igazi borszakértő azonban a másodpilótám, Szef Pohár Jáne, ő nagyon jól ismeri a különböző fajtákat. Én csak tőle tanulok. Egyébként úgy tudom, Magyarországon is remek borok vannak, nem? Igen, de visszatérve a versenyzéshez, ön az idén 5 versenyt is megnyert a 7-ből. A rekord 6 futamgyőzelem egy idényben. Ezt szeretné most elérni, vagy megelégszik néhány biztos ponttal a Mitsubishinek? Természetesen most az a legfontosabb, hogy pontokat szerezzek a csapatnak, és ezzel hozzájáruljak egy esetleges világbajnoki címhez a konstruktőrök versenyében. Ugyanakkor az ember, ha elindul egy futamon, természetes, hogy győzni akar. Én is szeretnék nyerni itt Sanremóban is. Bár úgy gondolom, ez most sokkal nehezebb lesz, mint máskor. És nehezebb is volt, de erről majd később. Ezekkel a versenyzőkkel tényleg csak újságban vagy maximum tévében találkoztunk, láttuk őket, és most meg itt vannak Pest közelben, de nem hiszem, hogy ettől meg kell illetődni, hanem inkább meg kell próbálni úgy versenyezni, mint Magyarországon, vagy egy kicsit gyorsabban, és rendben lesz minden. Mi az, amitől úgy tartotok, hogy jaj, ez be ne következzen? Hát most az autópályán a trafipaktól nagyon tartunk. De ezen kívül nincs olyan dolog. Nézd, végül is ebben a sportban benne van a technikai probléma. Az nem jó, hogy félsz tőle, mert akkor görcsösé válsz, és nagyon vigyázol az autóra. De hát ez benne van ebben a sportban, ezt bele kell kalkulálni. Bele kell kalkulálni a kicsúszás, mert az is benne van. Ezekkel mi együtt élünk mindig, úgyhogy váratlan dolog nem érhet. És a nézőket sem érte váratlanul, hogy 3 órakor végre elrajtolt a mezőny. Elsőként a trónfosztó, az idei világbajnok McKinnon, majd a trónfosztott, a tavalyi világbajnok McRae, és sorban a többiek. Ha a szurkolók hangerején múlna a győzelem, a magyar páros már most megnyerte volna a versenyt. A vasárnapi tulajdonképpeni bemelegítő etap 560 km volt. A versenyzők Gubbióig autóztak autópályán, ahol ugye minden megtörténhet. Még dugóba is kerülhet az ember. Vagy akár elvehetik a jogosítványát gyorshajtásért, mint ahogy tették ezt Colin McRae-vel. A lényeg azonban, hogy mindenki épségben célba ért. A következő nap 4 gyorsasági szakaszt kellett teljesíteniük a versenyzőknek, összesen 160 kilométert murvás talajon. Az elsőt azonban törölték a versenyből, mivel több baleset is történt. Úgy tűnik, a finnek nem szerették ezt a szakaszt. Először Tomi McKinnon, majd Kito Lehto is fejre állt. Sőt, a világbajnok másodpilótáját, Harjanét súlyos sérülésekkel szállított a kórházba egy helikopter. Az itt látható olasz Dallavilla azonban remekelt, 2 szakasz győzelmet is aratott. S ha már említettük a baleseteket, sajnos a magyar páros sem úszta meg a napot borulás nélkül. A harmadik gyorsaságén egy kicsit gyorsabban fordultam a keleten, és neki csapottunk a bal hátuljával a parkoldalba. Ez a 5. sebességi fokozatban olyan 140 környékén lehetett, és akkor az bukfencezett. Tehát megdobta az autót, és csináltunk egy bukfencet. Egy nagyon gyors szakaszon volt, sima jobb sima bal,
Kisa borulás előtti kanyarnál fölnéztem, és mondtam, hogy ez sok, és már fel is borultunk, hogy én ennyit éreztem, ott álltunk fejtettel, a nézők visszaborítottak, és aztán mentünk tovább. Benne van egy ilyen baleset, hát idén én még nem estem, úgyhogy ez ránk is fér. Tehát júliusban ültem utoljára, mert ebbe volt a versenyautóba. Most ez benne volt. Az embernek ilyenkor semmi nem fordul meg a fejébe, csak az a lényeg, hogy beérjük a célba, mert tudom, hogy ott vannak a jó szerelők, és megcsinálják az autót, és mehetünk tovább. Colin McRae nagyon gyors volt az utolsó szakaszon, így átvette a vezetést, a magyarok pedig a borulás miatt a 14. helyen zártak. A második napon 7 rövid gyorsasági szakaszt iktattak programba, mintegy 118,5 km hosszúságban. Ez a nap a kétszeres világbajnok spanyol Carlos Sainzé volt. 4 szakaszon is ő bizonyult a leggyorsabbnak, a maradék 3-on Oriol, McRae és a belga Thierry osztozott meg testvériesen. Az előző napon remek dallavilla most bukott a 7. szakaszon és visszacsúszott a 13. helyre. A következő 2 szakaszon még rajthoz állt, utána azonban megbeszélte a csapatfőnökével, aki ugyanaz, mint a magyar főnöké, hogy a borulás okozta sok olyan nagy, amellyel nem tud megküzdeni, így nem folytatja a versenyt. A magyar páros viszont tovább ment, sőt egyre javultak ellentétben az időjárással. A 9. szakasznál ugyanis óriási felhőszakadás zúdult a pályára, a portugál Madeira legnagyobb bánatára, mivel neki elromlott az ablaktörlője. Tegnapi bukás után úgy esett be az eső a kocsiba, mint hogyha nyitott tetővel utaztunk volna, hogy csurom víz vagyok, de ma már sokkal jobban sikerült. Úgy érzem, hogy Anika túltette magát a bukáson, az azért tegnap meg a ma első gyorsan még rányomta a bélyegét, de utána már úgy helyek közel aránylag jó időket is autóztunk. Én úgy érzem, hogy egy kicsit erőködve autóztunk, ez a tegnapi baleset, ez egy nagyon rossz pszichikai hatást gyakorol minden versenyzőre, így rám is. Én úgy gondolom, hogy holnap az aszfaltokon majd egy kicsit tudunk gyorsabban menni. Túltettétek magatokat ezen a baleseten? Nagyon nehéz, mert tudod, igazából akkor kezdtük jól érezni magunkat az autóban, nagyon jól mentünk addig. És ez egy nagyon-nagyon nagy stop hatással volt ránk. Tanultunk belőle. Biztos vagyok benne, hogy Janika sokkal többet tud annál, amit most mutatott. A probléma az volt, hogy életük egyik legfontosabb versenyén, az első világbajnoki futamukon, a második gyorsasági szakaszon felborultak. És ez nagyban befolyásolta a hangulatukat, a hozzáállásukat az autóhoz, magához a versenyhez. McRae tehát megőrizte vezető helyét, Sainz feljött a második helyre, a magyarok pedig a 12. A harmadik befejező nap nem kezdődött jól a nagyszámú olasz közönségnek. A nagy kedvenc tavalyi győztes Liatti autója ugyanis felmondta a szolgálatot. Egyszerűen nem indult el a rajtnál. Így a magyar páros ebben a pillanatban már a 11. helyen állt az összetetben, amelyet meg is őriztek a verseny végére. Az élen hatalmas harc volt az első helyért McRae és Sainz között. A 15. szakasz után például csak 6 másodperc volt a különbség. McRae azonban nem hagyta magát, végül 22 másodpercnyi előnnyel megnyerte az idei San Remo Rally. És ezzel a Subaru átvette a vezetést a konstruktőrök versenyében. Szerintem ezt két részről kell megnézni, ezt a 11. helyet. Az egyik rész az, hogy ez volt az első VB futamunk, és tényleg ez egy nagyon nehéz verseny volt. És azt hiszem, nincs különösképpen szégyenkezni való, mert hogyha megnézzük, akkor az abszolút 10. helyezett az a Patrick Bernardini, aki idén a Monte Carlo Rallyt nyerte. Tehát szerintem nincs szégyenkezni való, mindent megtettünk, hogy jól szerepeljünk. Ezt a borulást ezt nem kalkuláltuk be. Azt hiszem, hogyha nincs, akkor lehet, hogy előre végzünk.
De hát a haszót a sportban el kell felejteni. Akkor egy kicsit bennetek van, hogy mi lett volna, ha mondjuk tizedikek, és mindjárt az első VB futamon legalább pontot is szereztek? Nézd, azt mondják, hogy nagyon nagy dolog, hogy célba értünk. Szóval nagyon-nagyon nehéz verseny volt. Kívülállónak ezt nagyon nehéz elmondani. Ezt át kell élni, hogy egy 47 kilométeres Murva gyorsaságin a végén, amikor leérsz, mennyire vagy fáradva, és azt se tudod, hol vagy, és azt se tudod, milyen kanyarok jönnek. Akkor most jön az ünneplés, ilyenkor hogy szokott lenni? Hát az ünneplésre szó nincsen, mert az igaz, hogy nagy öröm, hogy célba értünk, de mégis ezért csináljuk, hogy célba érünk, de hát nem tudok, különösebb ünneplésről, nem tudom, lehet, hogy többet tudunk élni.